Manapság a televízió a szórakozás egyik alapeszközévé vált. Ez azt jelenti, hogy szinte minden lakásban van már tévé. Elég egy gombnyomás, és már élvezhetjük is a kedvenc műsorainkat. Hogyan lehetséges ez? A televíziók története 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor még a tévé leginkább egy furcsa szekrényre hasonlított. A képernyő nagyon pici volt, azonban ahogy telt az idő és a technika fejlődött, egyre nagyobbra nőtt, és a kerekforma helyét átvette a szögletes. Régen még távirányító sem létezett. Ha el akarta kapcsolni az ember a tévét, akkor bizony fel kellett állni és oda menni hozzá. A nagy áttörést a színes kép hozta, ami nem is olyan régóta létezik. Nem csak a televízió alakja változott sokat az évek alatt, hanem a képarány is. Régen négyzet alakban láthattuk a műsorokat, aztán nyújtózott egy nagyot a kép, és ma már ilyen téglalap formában láthatjuk. A tévé kap egy jelet, legyen az antennákon keresztül műholdról, vagy éppen az internet segítségével, és az alapján alkot képet. A mai televíziók 3 színt használnak, pirosat, zöldet és kéket. Ezekkel a tévé bármilyen színt képes megmutatni. Néha az egyik világít erősebben, néha pedig a másik. Ez a fényjáték sikeresen elkápráztatja az emberek szemét, és a képernyőn megjelenik a mozgókép. Ha legközelebb bekapcsoljátok a tévét, most már ti is tudni fogjátok, hogyan működik.